Kis Judit Ágnes, költő és tanár, a magyar irodalom és a költészet szerelmese. Óráin néha elragadja a hív, főleg ha kedvenceiről beszélhet. A mai alkalommal egy szenvedélyes magyar költő, Radnóti Miklós nyomába ered. Sziasztok! Köszöntelek titeket itt az érettségi 2017 irodalom adásában. Radnóti Miklósról lesz ma szó, főleg a késői költészetéről, különös tekintettel az eklógákra. Radnótit általában a II. Világháború és a holokauszt irányából szokták értelmezni, ugyanakkor már élete első percétől hordoz egy személyes családi tragédiát. Minthogyha ez a személyes családi tragédia már megalapozná a veszteség és a fenyegetettség érzését, aminek később a világtörténelem helyzete szinte aláforog. Ez a tragédia az, hogy születésekor ő elvesztette az édesanyját és az ikertestvérét. Ezt jóval később, csak az édesapja halála után tudja meg, hogy az asszony, aki őt neveli, nem az édesanyja, hanem a nevelőanyja. Habár ma minden szakember azt mondja, hogy az örökbefogadást nyíltan kell kezelni, Radnóti szinte egy véletlen elszólásból tudja meg, hogy az az asszony, akit az anyjának hitt, valójában nem a vérszerinti édesanyja. Hogyan halt meg anya? Kérdeztem a nénit egy alkonyatkor. Tanulj és ne kérdezz butaságokat. Meghalt. Hogy halt meg? Miért halt meg? A szíve nem bírta. Ikerszülés volt. Ikerszülés? És hol van az ikertestvérem? Meghalt. Gyönge volt. 1-2 percig élt csak. Az is fiú volt. És? Mit és? És anya azért halt meg, mert ikergyerekei lettek? Azért. De ezzel már úgysem lehet segíteni. Ne kérdezgess, és különben se való ilyesmiről beszélgetni. Szégyeld magad. Dehogy is nem való. És apa? Nem hagysz békén. Egy órával később érkezett meg. Tanulj, s hagyj békén. Én a falhoz vágtam volna apa helyébe azt a kölyköt, tudja? Bolond vagy, milyen kölyköt? Engem. Mindenki meghalt, neki csak én maradtam. És most azt sem lehet tudni, hogy én haltam-e meg, vagy a testvérem. Ha ikergyerekek vannak, honnan lehet azt tudni? Nem csak az előbbi film részlet alapjául szolgáló ikrek havában állít emléket ennek Radnóti, hanem például a 28 év című verse így kezdődik. Erőszakos, rút kisded voltam én. Ikret szülő anyácska. Gyilkosod. Öcsémet halva szültedé, vagy élt 5 percet? Nem tudom, de ott a vér és jajgatás között úgy emeltek föl a fény felé akár egy győztes kis vadállatot, ki megmutatta már, hogy mennyit ér. Mögötte 2 halott. Mögöttem 2 halott. Előttem a világ. Oly mérőn nőttem én, mint a haramiák. Oly árván nőttem én a mélységből ide, a pendülő, kemény szabadság tágas és szeles tetőire. Radnóti pályája a 20-as években indult, és ahogy egész Európára, úgy rá is nagyon nagy hatással volt az avantgárd. Babits, amikor egyik korai kötetét a kezébe vette, meglehetősen fanyalgó kritikát írt róla, illetve róla és egy másik költőtársáról egyszerre. Ez a 3. kötete volt a Lábadozó szél. Az új népiesség az írás címe, amiben így ír Radnótiról néhány sort idézek. Az a másik fiatal költő is, Radnóti Miklós, akinek új könyve Paplanomon hevers, akinek modern szabadvers uniformisa alatt talán halkabb líra gyenge szíve dobog, ilyen virágénekeket dalol. Minden alszik itt, 2 virág is szotyogva egymásra hajlik, s rotyogva nő. Ahol a virágok is szotyognak és rotyognak, ott nem csoda, ha a napfény hasra fekszik utakon, és nagyokat mélázva vakarja farát. Ebben a költészetben a Kraftausdruckok pótolják az erőt, a pongyalaság a spontánságot, paraszti születés a hivatottságot, s a fene gyerekség a tehetséget. Zárójelben mondva, ez nem akarta 2 könyv kritikája lenni. Mint ilyen kisé egyoldalú volna, s nem egész igazságos. Az ostor csak az egyik oldalt éri, a másik láthatatlan marad.
A két költőben vannak jobb dolgok is, bár néha úgy tűnik föl, mintha a póri sújtások és durvaságok nélkül Sértő, az első kritizált költő, Jámbor Szabolcska epigonok közé süllyedne, vagy még rosszabb, Adi epigonok közé. Radnóti pedig az egyforma és szintelen szabad versgyárosok proletárseregébe. Mentségére szolgáljon Babicsnak a szigorú kritika mellett, hogy Radnóti is nagyon kevés verset vesz föl a korai művei közül a válogatott verseinek kötetébe. Kötetei közül egyébként másféle botrányt váltott ki már a második, az újmódi pásztorok éneke, az első a pogány köszöntő 1930-as, egy év múlva jelent meg az újmódi pásztorok éneke, amelyet több verse miatt is perbe fogtak, a könyvet pedig elkobozták. A két inkriminált vers az Arckép, illetve a Pirula naptól már az őszi bogyó. A további Radnóti kötetek közül említettem már a 33-as lápadozó szélt, és igazán az Új Hold című kötete az, ahonnan már ismerős Radnóti hanggal találkozunk, ez 35-ös, a következő pedig a Járkály csak halálra ítélt, már egyértelműen a világtörténelmi változások következtében fellépő fenyegetettség érzést sugározza már a címe is. Ezen kívül életében nem sok kötete jelent már meg, a legfontosabbakat mondom, csak a Meredek út 38-as, a már említett Ikrek hava 40-es, és már posztumusz kötete a Tajtékos ég. A Bori notesz, amiben pedig a lágerben írott és a holttest vihar kabátjában megmaradt verseit gyűjtötte össze, pedig először 1971-ben látott napvilágot. Én a nyelvemen érzem a gyerekkort. Hát persze. Ez Jean Citadin mondta egy éjjel a Párizsban, a barátom. Azt válaszoltam, én hangokat hallok, néha csak szörejeket, néha dallamot is. Sokszor meg egész párbeszédek kezdődnek bennem. És ha valakiről azt hallom, meghalt, a halálról mindig eszembe jut. L'enfance quelque chose. Igen, ezt mondta. Nagy dolog a gyerekkor. Az ekloga műfajára, ami a magyar költészetben szinte Radnóti védjegyévé vált, 1936-ban talált. Maga a műfaj a világirodalmi szinten Vergilius nevéhez köthető. A szó is annyit jelent, hogy szemelvények. Vergilius egy 10 darabból álló kötetet szerkesztett és adta neki ezt a címet. A műfajnak ugyanakkor régebbre nyúlnak a hagyományai, a görög bukolikus idillig, pásztor idillig. Párbeszédes, hexameteres műfaj, ezt többnyire Vergilius és bizonyos műveiben Radnóti is megőrzi. Ahogyan Vergilius kezében megváltozik a műfaj, ahhoz komoly köze van a polgárháborúnak. Krisztus előtt 42 és 35 között születnek Vergilius művei, ahol ebbe a nagyon szép természeti idillbe már belejátszik a polgárháború zaja és a személyes életet is érintő, felzaklató környezete. Vergilius pásztorai akár az aktuális római közélet szereplői is lehetnek. Nagy valószínűséggel Radnóti is Vergilius mintájára, hiszen fordított is tőle például a 9. eklógát, 10 részből álló ekloga sorozatot tervezett, a 8. az utolsó, ami elkészült. Mivel ugyanúgy számozza ezeket a műveket, mint Vergilius, feltehető, hogy ezeket párhuzamba lehet állítani egymással. Ráadásul a 3. ekloga után írt egy verset, Szállat tavasz címmel, aminek az alcíme előhang az eklógákhoz, tehát ebből is látható, hogy készült egy tudatos eklógaciklus. Adamik Tamás egy kiváló tanulmányában ezt a párhuzamot végigviszi, hogy tematikusan, motivumaikban, szerkezetükben hogyan függenek össze az azonos sorszámú darabok Vergiliusnál, illetve Radnótinál. Nagyon érdekes kérdés a Radnóti filológiában,
hogy precízen vannak számozva az eklogák, és hiányzik a hatodik. Tudnék, Vergilius ugye 10 eklogát írt, és Radnóti a megírás időpontja alapján címezte az eklogáit, első ekloga, második ekloga, harmadik ekloga, stb. Tehát nagyon izgalmas kérdés, hogy Radnótinak egyes eklogái tükrözik-e a neki megfelelő Vergiliusi eklogát. Tudnilik, Vergiliusnál a varietás, a változatosság végtelenül fontos művészi jelv. És ezt természetesen észrevette Radnóti is, és ő is nagyon fontos alkotói elvnek tekintette a változatosságot, úgyhogy elképzelhető, hogy a változatosság miatt nem adott számot. Ugye? Tehát megírta, de nem adott számot, és ugye ezáltal, hogy úgy mondjam, a kutatókat arra ösztönözte, hogy próbálják kideríteni, hogy melyik az. Szerintem a Nem tudhatom című vers. Tudnék, ugye az én koncepcióm szerint mindegyik Radnóti ekloga párhuzamba állítható a neki megfelelő Vergiliusi eklogával. Mindkét vers hazafias jellegű. Mindkét vers elbeszélő jellegű. Radnótinak az esztétikai elvei, etikai felfogása megegyezett Vergiliusszal, tehát a költészetben az ideális szépség áhítata, a halálfélelem és a költő kiszolgáltatottságának a tudata. Az első ekloga az 1938-as Meredek út című kötetben jelent meg, mottója Vergiliustól való, de nem az eklogákból, hanem a Georgikából. Most nem fogom felolvasni latinul, viszont a magyar fordítás így hangzik. Itt, hol a föld csupa harc, s ugyanaz gazság vagy igazság, bűnök ezer neme burjánzik. Az első ekloga szerkezetében is, motivumaiban is több helyen egyezik Vergilius első eklogájával, mindkettő találkozással kezdődik, és az esti elválással végződik, illetve mind a kettőben szerepel a tölgyfa motivum, amit majd megmutatok. Pásztor és költő beszélget ebben, ahol, ahogy már itt az első két sorban látszik, hexameteres, ezt azért nézzük is meg. Régen láttalak erre, kicsalt a rigók szava végre. Ez itt egy rövid. Ha már régen láttunk hexametert, akkor újra megmutatom. Idillnek indul ez is, rigók szava, úgy teli zajjal az erdő, itt a tavasz már, és a pásztor második megszólalásában már egy kicsit tovább megyünk ezen az idillen. Április ez, sose higgy a bolondnak, már elfogytak egészen amott a kicsiny tulipánok. Miért vagy olyan szomorú? Nem akarsz ideülni a kőre? És a kérdésre ott a lehetőség, hogy a költő már a napra kész dolgokkal válaszoljon, megszoktam-e szörnyű világot. Két költőnek is emléket állít Radnóti ebben a versében, az 1936-ban a spanyol polgárháborúban kivégzett García Lorcának, illetve József Attilának. A pásztor a következő megszólalásában már a spanyol polgárháborút idézi, a vadpireneusok ormain izzó ágyúcsövek feleselnek a vérbefagyott tetemek közt, és medvék és katonák együtt menekülnek el onnan. És keresztnevén említi a költőt az utolsó kérdésében, azt hiszem ismertet Federicót, elmenekült, mond. És a költő válasza, nem menekült. 2 éve megölték már Granadában. És amikor háborúról van szó, akkor a költők szava keveset számít, és háttérbe kerülnek. Ugyanúgy keresztnevén említi ez a versbeli pásztor a másik megidézett kortársat, nem menekült el a drága Attila se, csak nemet intett folyton e rendre, de mond kisiratja, hogy így belepusztult. Ez az Attila, az egy évvel korábban, 37-ben meghalt József Attila, és aki ismeri a költészetét, tudja, hogy mennyire fontos számára, főleg a késői költészetében a rend.
A két költő megidézése után a pásztor a versbeli költőtől kérdezi, hogy hát te hogy élsz? És a válaszban ez a bizonyos tölgyfa: írok azért, s úgy élek a kerge világ közepén, mint ott az a tölgy él. Tudja, kivágják, s rajta fehérlik bár a kereszt, mely jelzi, hogy arra fog írtani holnap már a favágó. Várja, de addig is új levelet hajt. Radnóti költészetében állandóan visszatér az a fenyegetettség, a halálnak a közelsége, és ugyanakkor az, hogy semmi nincs, ami fontosabb a versnél. Még erősebben láthatjuk ezt a lágerben írt verseinél, ahol semmi nem fontosabb annál, mint hogy pontosan szerkesztett gyönyörű hexameterekben ő rendet rakjon a világban, mert lesz valami, amiért ezt mégiscsak érdemes megcsinálni. A zárósor talán a magyar irodalom egyik legszebb sora. Alkonyi lepkelbeg már spergeti szárnya ezüstjét. Megint csak, mintha visszatérnénk az idillbe, majd mutatok még Radnótitól olyan utolsó sorokat, amik azt mutatják, hogy a legnagyobb szörnyűség közepette is van értelme írni, van értelme a költészetnek. A második eklóga már a posztumusz kötetben, a Tajtékos égben jelent meg. Ez is párbeszédes, a bombázó és a költő beszél benne, de a hexameterek helyett Radnóti valami mást írt tudatosan. A harmadik eklóga, ami 1941. június 12-én született, az megint csak hexameteres, de monológ, egy fohász a pásztori múzsához. Pásztori múzsám, légy velem itt. Bár most csak egy álmos kávéházban ülök. Odakin fut a fény, a mezőkön némán túra vakont kis púpjai nőnek a földnek, és szép testű, fehérfogú, barna halászok alusznak hajnali munka után a halasladikok sikos alján. Pásztori múzsám, légy velem itt is, a városi berken, hét ügynök ricsajoz. De e hét se riasszod el innen, most is hidd el, a gond üli szívüket, árva legények. És nézd azokat, jobbról, mind jogtudor, és furujázni nem tud ugyan közülük már senki, de hogy szivarozna. Légy velem itt, tanítok, és két óra között berohantam elmélkedni a füst szárnyán a csodás szerelemről. A negyedik eklóga 1943. március 15-én keletkezett, megint csak párbeszédes, a költő és a hang beszél benne, mintha valamiféle múzsát helyettesítene ez a hang. Tiltakozással indul a születés ellen, így. Kérdeztél volna csak magzatkoromban. Ó, tudtam, tudtam én, üvöltöttem, nem kell a világ goromba. Tompán csap rám a sötét, és vág engem a fény, és megmaradtam. A fejem rég kemény, s tüdőm erősödött csak, hogy annyit bőgtem én. Születtem, tiltakoztam, s mégis itt vagyok. Felnőttem, s kérdezed miért? Hát nem tudom. Szabad szerettem volna lenni mindig, s őrök kísértek végig az úton. Aki figyelt a vers ritmusára, hallhatta, hogy ez sem hexameteres, hanem jambikus, ez a titá-titá ritmus ismétlődik benne. Amíg Vergilius azonos sorszámú negyedik eklógája a leendő aranykort hirdeti, amit egy gyermek születése hoz majd el, ezzel szembeállítva Radnóti számára már magzatkortól kezdve ott az üldözöttség, és ott van annak a tudata, hogy sötét hely a világ, ahova meg fog születni. Az ötödik eklóga egy korán elhunyt barátnak, Bálint Györgynek állít emléket, ahogy Vergilius ötödik eklógája is a fiatalon eltűnt Daphnis nevű mitikus pásztort siratja, aki Hermész isten és egy nimfa fia. Bálint György is eltűnt, nem lehet tudni, hogy hogy halt meg. A hatodik eklóga számozása szerint hiányzik. Nem tartják valószínűnek az irodalom történészek, hogy Radnóti elfelejtette volna a sorszámozást, hogy éppen hanyadiknál tartott. Több vers is felmerült, hogy esetleg ez lenne a potenciális hatodik eklóga. Az egyik a Töredék című, ez az olykorban éltem én a földön, ami valójában tényleg töredék, aki megnézi a verset, láthatja, hogy hiányoznak belőle sorok. Van is olyan eklóga kötet, amiben a hatodik helyén ez a Töredék című szerepel.
Ráadásul az ötödik eklóga után következik, és nincsen címe. Van olyan irodalomtörténész, aki a Sem emlék, sem varázslat című verset azonosítja, mint a hatodik eklógát. A harmadik felmerült lehetőség pedig a Nem tudhatom kezdetű. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám, itt lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyerekkorom világa, belőle nőttem én, mint fatörzsből gyöng ága. S remélem testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok, s ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki képen száll fölébe, annak térképet áll. És nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. A Nem tudhatom című versben Radnóti megemlíti Vörös Marti Mihályt, aki nagy példaképe, aki nagyon pesszimista lírája ellenére a Vén cigány című versében mégiscsak tud egy ilyen sort mondani, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. Hozzá hasonlóan a legnagyobb szörnyűségek között élő Radnóti nagyon sok versének utolsó sorát képes magasra emelni valamiféle megmagyarázhatatlan hittel. Mutatok néhány példát. Az égre írj, ha minden összetört, mondja a negyedik eklóga végén, vagy már ahogy az említett első eklógának a gyönyörű zárósora, alkonyi lepkelebeg már spergeti szárnya ezüstjét. A Himnusz a békéről című versnek az utolsó sora így hangzik: ó, tarts ki addig, lélek, védekez! Ez a Nem tudhatom című vers pedig ezzel fejeződik be: nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éji felleg. A hetedik eklóga megint monológ. A költő hexameteres monológia a feleségét szólítja meg benne. Látod, esteledik, s a szöges dróttal beszegett vadtölgykerítés barak oly levegő felszívja az este. Rapságunk keretét elereszti a lassú tekintet, és csak az ész azt tudja a drót feszülését. Látod-e, drága, a képzelet itt az is így szabadul csak. Megtöretett testünket az álom a szép szabadító oldja fel, és a fogolytábor hazaindul ilyenkor. Végigvonul az ellentét a versen a jelen szörnyűsége, a láger és az otthonhagyott haza, az otthoni táj. A vers vége felé megint megszólítja, látod-e, drága, a feleségét, és az utolsó sor szinte egy idézet is. Nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár, talán az egyik legszebb sora a magyar szerelmi költészetnek, vagy mondhatjuk úgy, hogy hitvesi lírának. Tulajdonképpen egyfajta idézet ez is. Radnóti lefordította Horácius egyik versét ezzel a zárósorral: csak vélet tudok én halni és élni is. A nyolcadik eklóga 1944. augusztus 23-án született, a költő és Náhum próféta hexameteres párbeszéde, ebben a legerősebb a düh, a lázadás hangja. Ugyanakkor minden düh és lázadás ellenére Radnóti költészetére sokkal inkább jellemző a hit valami jobb eljövetelére. Idézek belőle: proféták s költők dühe oly rokon, étek a népnek s innivaló, mondja a proféta. Élhetne belőle, ki élni akar, míg eljön az ország, amit ígért amaz ifjú tanítvány rabbi, ki bétöltötte a törvényt és szavainkat. Jöjj hirdetni velem, hogy már közelít az az óra, már születőben az ország.
Radnóti költészetéről még nagyon-nagyon sokat lehetne, meg kéne is beszélni. Az a tapasztalatom, hogy általában nagyon közel tud kerülni a diákokhoz, és szörnyű azzal szembesülni, hogy mivé lehetett volna még ez a költő és ez a költészet, hogyha nem pusztítják el 1944 őszén Abda határában. Köszönöm szépen, hogy ma is velem voltatok. A legközelebbi alkalommal egy hasonló emlékekkel élő, túlélővel, Örkény Istvánnal foglalkozunk. Várlak akkor is titeket. Sziasztok!